Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Egyre több az influenzás, folyamatosan nő az orvoshoz fordulók száma. Utcafelújítás Tamásiban, 21,5 millió forintból fejlesztenek a Tolna megyei városban. Környezetvédelmi konferencia Pakson. A cél, hogy a település az ország legzöldebb városa legyen. 125 éves a Garai János gimnázium. Jubileumi rendezvényen ünnepeltek a diákok és tanáraik. A koronavírus mellett egyre nagyobb gondot okoznak az ilyenkor megszokottnak számító felső légúti megbetegedések. Folyamatosan nő azoknak a száma, akik náthára, influenzára jellemző tünetekkel keresik fel a rendelőket. Hát ez a kínai. Ez van az edények hozzá. A központilag kapott koronavírus teszteket mutatja ez a szekszárdi házi orvos. Néhány napja már ezek a praxisok is elvégezhetik az orrból vett minták szűrését, amennyiben a szakemberek azt indokoltnak látják. Lehetőség van arra, háziorvosi szinten is már, hogy koronavírus elleni gyors tesztet alkalmazzunk, amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy valakinek nem a szokványos őszi vírusfertőzése van, hanem koronabetegség is lehetséges ok. Akkor ezt a tesztelést is elvégezzük az orrból vett mintával. Szekszárdon egyelőre ilyen tesztből még keveset végeznek a házi orvosok. A koronavírus az országnak ezen a részén lassan, de napról napra nagyobb intenzitással terjed. Ugyanez látszik a szennyvízből vett minták alapján. Munka ettől függetlenül bőven van a házi orvosi praxisokban. Egyre többen érkeznek ugyanis az ilyenkor megszokott felső légúti megbetegedésekre jellemző tünetekkel. Ezek a tünetek általában inkább enyhe tünetek, náthával, köhögéssel, esetleg torokfájással járnak, néha persze hőemelkedés láz is kísérheti. Ezek a betegek általában valamelyik hozzátartozótól vagy közösségben kapják el ezeket a betegségeket. Bátaszéken is ugyanezt tapasztalják a házi orvosi praxisokban dolgozók. Most elsősorban a gyerekek körében terjednek az ősszel rendszeresen megjelenő vírusok, de egyre több felnőtt is érkezik panaszokkal. A város egyik házi gyermekorvosa szerint fontos, hogy lehetőleg mindenki telefonon hívja először a rendelőt, ezzel is csökkentve a személyes érintkezések számát. Tartjuk magunkat a telemedicinához is, tehát akit otthon is lehet kezelni egy enyhe nátha megfázásos dologgal, és ez a többség. Azt otthon kezeljük, az igazolásokat rendezzük. Gyakorlatilag most már a megye szinte összes oktatási intézményébe tudjuk online küldeni az igazolásokat. Tavaly, amikor kötelező volt a maszk használat, és nem lehetett tömegrendezvényeket tartani, az orvosok szerint egyszerűen nem söpörtek végig az országon az őszi vírusok okozta megszokott járványok. A szakértők azt mondják, most is indokolt lehet az orrat és száját eltakaró maszk hordása a közösségi tereken, így például bevásárláskor, munkahelyen vagy tömegközlekedési eszközt használva. 859 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétfőn idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 837.248 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 16, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.418 főre emelkedett. 999 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 144-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.926.000-en kaptak. Tolna megyében 17 új fertőzöttet regisztráltak a hét első napján, így a járvány kezdete óta összesen 18.043-an kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. 21,5 millió forintból újítják fel Tamásiban a Garai utca nyugati szakaszát, mintegy 250 folyóméter hosszan. A területen aszfaltozás, patkarendezés és a vízelvezetés megoldásának kivitelezése zajlik. A munkálatok várhatóan a hét folyamán befejeződnek. Az egyik legforgalmasabb utcafelújítása zajlik éppen Tamásiban, annak is az utolsó simításai, mintegy 250 folyóméteren. Ez azt jelenti, hogy napokon belül újra járható lesz a Garai utca teljes hosszában. Most zajlik éppen mögöttem, most zajlanak az aszfaltozási munkák, de nem csak aszfaltozunk, hanem korábban a patkát
sikerült teljes egészében megújítani, és a projektnek a része a vízelvezetésnek a megoldása is természetesen. A város önkormányzata a belügyminisztériumhoz nyújtott be támogatási kérelmet a projekt végrehajtásához, így a 21,5 millió forintos összköltséget 50%-ban a magyar állam finanszírozta, a fennmaradó közel 11 millió forintot pedig a város önkormányzata fizette. Az idei évben a Hírt Ferenc utcát sikerült teljes egészében ugyanilyen módon felújítani. Útfelújítás zajlik még, illetve zajlott az elmúlt héten a 65-ös úton, de ez a Magyar Közútnak a projektje volt. Az idei évben még egy járda felújítás van tervben, ez a Csokona és a Hunyadi utca közötti szakaszt foglalja magába. Tamásiban tehát egész évben folytak az útfelújítások, a közeljövő tervei között pedig még több beruházás szerepel. Elkészült a bölcsöde mintaterv katalógus, amely az önkormányzatoknak és egyházaknak nyújt segítséget a bölcsöde tervezésben, közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook oldalán. Novák Katalin videójában azt mondta, folytatódik a bölcsöde építési program, novemberben újabb 50 milliárd forintos pályázat indul. Folytatódik a bölcsöde építési program. Azt szeretnénk, hogyha minden olyan család, ahol a pici gyermek mellett dolgoznak a szülők, és nincs a családban egy olyan nagyszülő, aki tudna vigyázni a kicsire, bölcsödei férőhelyet vetnének igénybe. Ezért is fejlesztjük, építjük országszerte mindenhol a bölcsödéket. Most újabb 50 milliárdos pályázat indul majd novembertől, itt az önkormányzatok és az egyházak pályázhatnak. Bölcsödéket, mini bölcsödéket és családi bölcsödéket hozhatnak létre, ezekhez adunk támogatást, akár egy pici bölcsödétől az egészen nagy, sok férőhelyes bölcsödéig. Legyen szívügyünk a Föld címmel tartott a környezetvédelmi konferenciát Pakson. A rendezvény fő témája a körforgásos gazdaság volt. A szakmai napon Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, azon dolgoznak, hogy Paks ne csak atom, hanem zöld város is legyen. E célú törekvései közül kiemelte, hogy a településen épült meg az ország egyik legnagyobb naperőmű parkja. Műanyag hulladéktól elpusztult madarak fekszenek a parton abban a kismünben, amit a környezetvédelmi konferencián mutattak be Pakson. A szakmai napon Süli János mondott köszöntőt, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, egyben a konferencia fővédnöke kiemelte, már kisgyermekkortól kezdve el kell kezdeni a környezettudatosságra való nevelést. Ennek érdekében véleménye szerint együttműködésre van szükség, hogy a társadalom minden szintjén megjelenjen a szép tiszta környezet iránti igény és a természetvédelme. Néha az úgy látom, hogy azt ilyen misztifikáció szintre elvitték egyesek, hogy az fontos, hogy mit bocsájt ki egy erőmű, hogy üzemel, de az nem fontos, hogy mondjuk a környezetünkben ne dobáljuk el a szemetet, ne gyűjtsük össze, legyen sítkidobva az út szélén autógum. Paks elkötelezett a környezetvédelem mellett, ezt már Szabó Péter a város polgármestere mondta. Véleménye szerint az ökomunkacsoport alapítvány támogatása, az elektromos buszok számának növelése, a hulladék lerakó telephely fejlesztése és a zöldítési programok ezt igazolják. Azért tartom fontosnak kihangsúlyozni a számot, hogy 1000 fát ültettünk Paksra, mert meggyőződésem, hogy országos viszonylatban is egyedülálló, ha lakosság szám arányosan tekintjük ezt a faültetést. A konferenciát az Ökomunkacsoport Alapítvány és a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör szervezte. A rendezvény fő témája a körforgásos gazdaság volt. A fenntarthatósággal, tehát ami fenntartható, technológia például, az, és a körforgásos gazdasággal karöltve működik, akkor az azt jelenti, hogy ha újrahasznosítom, az olyan technológiát alkalmazok, hogy azt újra lehet hasznosítani. A szakmai napon elhangzott, az ipari és agrártevékenységek, valamint urbán hatások a leggyakoribb szennyező források. 175 évvel ezelőtt járt Liszt Ferenc először Szekszárdon, és az ott töltött napok száma máig meghatározó a megyejogú város kulturális életét tekintve. A jeles látogatás emlékére a Vármegyeháza dísztermében ünnepi koncertet szerveztek kedden késő délután. Az esemény célja az volt, hogy felelevenítsék a szekszárdi Liszt Ferenc kultuszt.
1846. október 18-án járt először Liszt Ferencszekszárdon, és adott két koncertet az akkor már pár éve elkészült Vármegyeháza nagytermében. Ezek a látogatások meghatározóak voltak a későbbi megyei jogú város életében, hiszen az addigra világhírű zeneszerző jelenléte hozzájárult Szekszárd kulturális, különösen zenei életéhez. A mostani emlékest Kacián János nyugalmazott levéltári főtanácsos szervezésével jött létre. Sokszor hallom egy-egy helyen büszkén emlegetik, hogy egy egész napot náluk töltött Liszt Ferenc. Itt a négy látogatása alkalmával összesen 141 napig tartózkodott, és több zenei eseménynek a művének a megkomponálása és különböző más ünnepi alkalom fűződik a négy látogatás és annak emlékéhez. Az ez során ünnepi köszöntőt mondott Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, aki arról beszélt, hogy nagyon fontosnak tartja a zeneszerző emlékének ápolását, és örül, hogy ennyien eljöttek a hangversenyre, mert ez azt bizonyítja, hogy sokak számára meghatározó Liszt Ferenc zenéje. Az emlékszobába eltöltött idő során kapcsán az villant át az agyamon, mi lenne nélkülük. Gyakorlatilag mennyivel szegényebb lenne az emberiség, és hát gyakorlatilag ezek a fantasztikus művek, ha nem jöttek volna létre, akkor azért az biztos, hogy óriási hiányt jelentene. Az ünnepség keretein belül a Vármegyeháza dísztermében megkoszorúzták a terem falán lévő emléktáblát, majd Király Csaba zongora és orgona művész, a Liszt Ferenc Társaság elnöke adott koncertet. 125 éves a szekszárdi Garay János gimnázium. Az iskola ezt egésznapos rendezvényen ünnepelte, amely során öreg diák találkozót, könyvbemutatót és kiállítás megnyitót is tartottak. A jubileumi eseményen Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője és Maruzsa Zoltán köznevelését felelős államtitkár is részt vett. Ők arról beszéltek, hogy a gimnázium Tolna megye egyik meghatározó oktatási intézménye. Egésznapos rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 125. jubileumi évfordulóját a Garay János gimnázium. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője szerint az iskola mostanra már az ország legjobbjaival vetekszik, ugyanis az itt végzett diákok nagy eséllyel tudnak Magyarországon vagy akár a határon túli felsőoktatási intézményekben tovább tanulni, a megszerzett tudásnak köszönhetően, amit személyesen is megtapasztalt. Az itt elért eredményt, amelyeket a diákok elérnek, ez nem magától jön, ezért nagyon keményen meg kell dolgozni. Ezt szülőként is tapasztaltam, hiszen 2015-ben végzett itt a lányom nagyon szép eredménnyel, és a Garay gimnáziumnak köszönhetően tudott felvételizni Pécsre a Fogorvosi Egyetemre, és ma már praxizáló fogorvosként szolgálja a térségben élők egészségügyi ellátását. Létre kell hozni az akkori ország területén, lehetőleg megyénként, régiónként azoknak a kiemelkedő központoknak a hálózatát, amelyek a gerincét képezhetik a magyar oktatási rendszernek. Az ünnepségen Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is köszöntőt mondott, aki többek között kifejtette, hogy a magyar oktatási rendszer világszínvonalú. Ahol az oktatás eredményességét lehet mérni, azok ugye azok a mérésekre alapozható adatok, mint amilyen a kompetencia mérés, az érettségi eredmények, a felsőoktatásban való továbbtanulás, a szakképzettség, az érettségi szerzésnek a számossága, illetve azok a nemzetközi mérések, amelyek a magyar oktatási rendszernek az eredményességét mutatják. Gondoljunk a TIMSS vagy a PISA mérésre. Ugye a TIMSS-ben, amelyik a tanulók tudását méri, elsősorban negyedikes és nyolcadikosoknál, ott Európa legjobbjai között teljesítenek a tanulóink. Maruzsa Zoltán elmondta azt is, hogy a gimnáziumok a mai oktatási rendszerben is fontos szerepet töltenek be, az utóbbi évtizedekben egyre többen szeretnének a felsőoktatásban részt venni. A felmérések pedig azt mutatják, hogy az elmúlt években a tanulók 42%-a választotta a középiskolai képzést, ezt követően pedig egyetemen vagy főiskolán folytatták a tanulmányaikat. Regionális híreink következnek. Giga játszótér Szentlőrincen. Több mint 100 millióból épült a létesítmény. Születési rendellenesség, segítség az érintett családoknak. Háromnapos jubileumi rendezvény. 55 éves a pécsváradi leányvásár.
Játékok kicsiknek és nagyoknak mintegy 6000 négyzetméteren elkészült a Szentlőrinci Városi Nagy Játszótér, amit október 16-án adtak át hivatalosan. A munkálatok 5 hónapig tartottak, hogy kialakítsák a több generációnak alkalmas szabadtéri létesítményt. A beruházást pályázati forrásból valósították meg a Baranya megyei önkormányzat segítségével. Gyerekzsivaj Szentlőrincen a március 15-e téren szombat délelőtt Farkas Lajosné két unokájával érkezett a Baranyai Város új játszóterére. Hát ez nagy öröm, ez már nagyon kellett a gyerekeknek. Nagyon, igen. Régi terve valósult meg az önkormányzatnak a városi játszótér megépítésével. Az új létesítmény bárhol Európában megállná a helyét, mondta a hivatalos átadón Szentlőrinc polgármestere. Ez egy tematikus játszótér, tehát a különböző korosztályok megtalálják itt a lehetőségüket, illetve mozgáskorlátozott gyerekek is tudják használni. Nagyon fontos az, hogy a szülő, a gyerek, és a nagyobb testvér is ugye együtt tud itt lenni. A beruházás 155 millió forintba került, és ez egy topos pályázat volt, a megyei önkormányzat támogatása is benne van. A forgók, mászókák, csúszdák és hinták mellett felnőtteknek készült szabadtéri erősítőeszközöket is telepítettek, valamint tekbólasztalt, illetve aszfaltozott kosárlabdapályát találhatnak a 6000 négyzetméteres területen a családok. Térfigyelő kamerákat tettek ki, hogy megóvják a nagyértékű beruházást a rongálóktól. A lámpák pedig napelempanelekkel működnek a Szentlőrinci március 15-e téren. Ajak és szájpadhasadékkal született gyermekeknek és családjaiknak tartottak közösségformáló napot Pécsen szombaton. Ezzel a fejlődési rendellenességgel évente 150-160 újszülött jön a világra. Rájuk műtétek várnak, illetve olyan kezelések, amelyek elkísérik őket egész gyermekkorukban. A napi küzdelemhez, a gyógyító folyamat felügyeletéhez a szakembereken túl a közösség erejére is szükség van. Ezért tartott családi napot az Ajak és szájpadhasadékos alapítvány Pécsen. Portréfotók a Pécsi Bóbita Bábszínházban szombaton. A gyerekekben az a közös, hogy ajak, illetve szájpadhasadék betegséggel születtek. Ez a csoportkép már a helyszínen készült. Az ajak és szájpadhasadékos gyermekekért alapítvány szervezett családi napot a Zsolnai negyedbe. Ők, illetve a hozzájuk kapcsolódó munkacsoport segíti a mindennapokban a betegséggel érintett családokat, akiknek a születéstől minden nap meg kell küzdeniük az elváltozás miatt jelentkező problémákkal, mondja az egyik apuka. A csecsemőkorban volt a táplálás talán a legnehezebb időszak, szerintem amint túl kellett lenni, és aztán hogy a műtéti beavatkozásokkal is egyre-egyre fokozottabban haladt a korrekció, vagy éppen most már kezdünk majd egy kicsit a fogszabályzás fele elmenni. Na, ezek a segítségek már így távirányítással is jobban működnek. A gyerek látja, hogy mi is támogatjuk őt, ez az ő részére is megerősítés. Hajdú Lászlóék második gyermeke született ezzel a betegséggel. Már 3 műtéten van túl a 12 éves fiú. A szakember azt mondja, nem egy ritka rendellenességről van szó, ami évente több újszülöttet érint. Minden 700 szülésre jut egy, ami azt jelenti, hogy Magyarországon 120-130 gyerek születik ezzel a komplex fejlődés rendellensége. Természetesen egészen sokféle formája van, nem mindegyik a legsúlyosabb, amikor az ajak, a fogléc és a szájpad is egyben érintett, vannak ennél enyhébb formák is. A helyreállító műtétek mellett fogorvosi, logopédiai, illetve más szakemberek segítségére is szükség van, akár évtizedeken át. Ezért szervezett családi napot az alapítvány, hogy összehozza az érintett szülőket, gyerekeket. Ezeknek a szülőknek nagyon fontos a támogatás szakmai emberektől, és főleg hangsúlyt tennék a logopédiára, a szoktatásról, a szoktatási tanácsadásról, és nagyon sok szülő jönnek ilyen kérdésekkel hozzánk, és ezért is Bástyán tanár úrral gondoltuk, hogy nagyon jó lenne második alkalommal egyébként megrendezni ezt a családi napot. Itt a gyerekek megtanulhatták a megfelelő fogmosást, illetve kézmosást többek között. Szüleik pedig előadásokat hallhattak a betegségről és a gyógyítás folyamatáról.
Gasztroudvar, műzikel előadás, kiállítás, gyerekprogramok, a pécsváradi szelídgesztenyést idéző sültgesztenyés és számos helyi és környékbeli termelőkereskedő is elhozta áruját, hogy ezzel is kedvébe járjon a pécsváradi leányvására kilátogatóknak. A településen belül több helyszínen zajlottak a programok. Az idén 55. éve rendezték meg a Multikulturális Fesztiválán őt rendezvényt. A településen belül több helyszínen zajlott az ünneplés. Az 55 éves jubileum alkalmából még szépségversenyt is rendeztek. A pécsváradi leányvásár szépe címet Jónás Dorina 16 éves diáklány nyerte el. A megmérettetés különlegessége volt, hogy népviseleti ruhában kellett megmutatni magukat a jelölteknek. A fiatal lánya népszerű internetes szavazáson és élőben is megnyerte a koronát. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és nem gondoltam volna, hogy ez így mind a két helyezés sikerülni fog. És hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki így mögöttem állt, a Sárközi Néptánc Egyesületnek, és mindenkinek, aki támogatott ebbe az egészbe. Az év folyamán a település legnagyobb és legfontosabb rendezvénye a pécsváradi leányvásár. Az évtizedek során multikulturális fesztiválán nőtte ki magát a több mint fél évszázados rendezvény. Néptánc csoportok mellett ugye könnyűzenei nagy előadók, mind helyi, mind pedig országos hírű előadók is vannak. Néptánc együttesből, annak ellenére, hogy ebben az évben elég rövid idő állt rendelkezés arra, hogy megszervezzük a rendezvényt, hiszen ugye bő egy hónappal ezelőtt kaptunk zöld utat itt a pandémia miatt a megszervezés lehetőségére. Ennek ellenére 20 néptánc együttest köszönhetünk itt a hétvégén. Ez közel 600 néptáncost jelent, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép és nagyon színes paletta. Gasztroudvar, musical előadás, kiállítás, gyerekprogramok és számos helyi és környékbeli termelő kereskedő is elhozta áruját, hogy ezzel is kedvébe járjon a vásárra kilátogatóknak. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Egyre több az influenzás, folyamatosan nő az orvoshoz fordulók száma. Utcafelújítás Tamásiban, 21,5 millió forintból fejlesztenek a Tolna megyei városban. Környezetvédelmi konferencia Pakson. A cél, hogy a település az ország legzöldebb városa legyen. 125 éves a Garai János gimnázium. Jubileumi rendezvényen ünnepeltek a diákok és tanáraik. Szerdán tovább élénkül, a délután folyamán megerősödik a déli szél. Túlnyomó részt napos időre van kilátás, de a napsütést megzavarhatják felhősödések. A déli áramlásnak köszönhetően az évszakos átlagnál több fokkal magasabban alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!